ahogy közeledik a világbajnokság, az ember egyre jobban feszülté válik, mint amikor versenyző volt, vagy egészen másképpen megy most fel a pulzus? Természetesen feszült vagyok én is, de nem úgy megy fel, mint hogyha tőlem várná mindenki azt, hogy világbajnok legyek. Természetesen megoszlik a felelősség, úgyhogy valamivel könnyebb a dolgom, de nem egyszerű, mert én úgy gondolom, hogyha van lehetőség egy birkozónak, hogy hazai rendezésű világbajnokságon induljon, vagy egy sportolónak, nem biztos, lehet, hogy más sportágban is ugyanígy történik ez, akkor itt kellene, hogy sikert elérjen. Mert itt nagyobb a lehetősége, családtagok, barátok kijönnek, megnéznek, úgyhogy ilyenkor mindig sokkal jobban tudják az embert szeretni az ismerősök, a hozzátartozók, úgyhogy valamivel ez könnyebb. Könnyebb volt birkózóként, mint most szakmai alelnökként? Más volt a felelősség. Akkor egy aktív sportolóként egy borzalmas nyomás volt az emberen, most pedig a nyomás megoszlik, és másképp jelentkezik. Talán egy sajtótájékoztató, a rendezés, és hogy ki tudjuk szolgálni azokat a versenyzőket, akiktől a sikert várjuk, talán most ez a nyomás jelentkezik. Hány érmet várhatunk a magyar küldöttségtől? Ugye Sike András, a kötöttfogásúaknak a vezetője úgy fogalmazott, hogy egy-két érem, de reméli, hogy lesz arany is. A hölgyeknél elhangzott, hogy egy érem jó lenne, és akkor a szabadfogásúakról nem is beszéltünk. Így van. Azt tudni kell, hogy mind a három csapatban nagyon, de nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Most a hölgyekről beszélek. Ott van nekünk egy világbajnokunk, Sasti Marianna, és tulajdonképpen megy egy csapatépítés, de ezek a fiatalok még most nincsenek olyan állapotban. Szerintem a következő olimpián lesznek olyan állapotban, amikor már azt mondhatjuk nekik, hogy eredményt várunk tőletek, de azt tudni kell, hogy itt van a csapatban Barka Emese, aki egy kiváló klasszis, de hát a sport az élet úgy akarta, hogy legyen egy nyaki gerincsérve, amivel nem tudunk mit kezdeni. Természetesen nézetjük, gyógyítatjuk, és hát megnézzük azt, hogy milyen teljesítményre jósítja ez felőtt. Hát természetesen szeretnénk azt, hogyha érmet hozna, vagy lenne pontszerző. A fiúknál, mint hogy a sajtótájékoztató látszott, próbáltunk, két versenyzőt honosítottunk. Azt kell mondjam, hogy talán az utolsó 30-50 évben talán sikeresebb volt a kötött fogású birkózás. Mindig volt egy nagyon jó szabadfogás, de valahogy most egy kicsit alább hagyott ez. És Ligeti és Veréb a világversenyeken csak általában Európa bajnokságon szokott eredményt elérni, úgyhogy ezért nehezek vagyunk, nehéz a helyzetünk a szabadfogású szakákban. És hát itt a kötött fogás, ahol szintén nehéz a helyzetünk, mert a csapat derekát alkotó emberek, hát ők már 30 éven felül vannak, és ott is elkezdődött egy új csapatépítés, nem a mostani olimpiára, hanem a következő olimpiára, de természetesen ezek az idős versenyzők, hogyha le tudják küzdeni azt az idegességet, azt az elvárást, ami feléjük áramlik a nézők, a vezetés által, akkor szép sikereket érhetnek el. Úgy egész évben nagyon jó a csapatunk, mert kiváló eredmények vannak a csapatban, de én felzárkoznék András mellé, aki azt mondta, hogy ha lesz két érmünk, akkor már boldogak lehetünk. Ne felejtsük el, hogy a tavalyi világbajnokságon volt három darab bronzérmünk, amelyből az egyik ezüst lett, előre lépett dopingolás miatt az ellenfele Tamásnak dopingolt, és így ezüst lett belőle, de már a három világbajnoki bronzéremmel hatalmas sikert értünk el, és nagyon eredményesek voltunk.